away. Jobbra, át! Igen, természetesen. Én itt vagyok. Tisztelt megemlékezni kívánó résztvevők, levelek nagyközség polgárai. Visszaemlékezés. Dr. Kádas Zoltán tartalékos hadnagy. Fogyásos sérültek százait, ezrei, több szerelvényre valót, akiknek se kezük, se lábuk nem volt. Lefagyott, és a fagyás következtében kezdődött az üstkösödés. Kellemetlen bűz. Vérmérgezést okozott. Sokan bélfertőzés és vérmérgezés következtében meghaltak. Alacsony ember volt, alig 150 cm. Széles vállú, magyar ember. De csak akkorákat lépegetett. Nagy zsákcsomó a lábaim. Megállunk egy parancsnokság előtt. Hát magával mi van? Kérdi a tiszt. Nagy bajusza volt a kis öregnek. Azt mondja, hogy el van fagyva a lába. Segélyhelyet keresett. Bementünk, és kibontotta a lábát. Hát uram, amit ott láttam, az borzalmas volt. Még az orvos, akinek átadtam, az is megborzongott. Azt mondta, hogy ez ember feletti. Le volt fagyva a lábáról a hús a bokájáig. Csak a csontokon ment. Az el volt az a hús abba a zsákba kenődve. Azt mondtam, hogy apám, hát nem tudtál előbb orvoshoz kerülni? Nem, de haza akarok menni. Szakaszvezető úr, haza, ha meghalni is, de haza. Az idén 5. alkalommal rendezzük meg az emlékmenet a Doni hősökért teljesítménytúránkat. 100 kilométert teszünk meg gyalog, 4 nap alatt, a 2. magyar hadsereg harcaira, teljesítményére és minden veszteségére emlékezve. Az 1943. évi január 12-i áttörés után levelek nagyközségnek is volt vesztesége a Donnán. A nyíregyházi 12. honvéd gyalogezred első zászlóhaj személyi állományából Léka András, született 1914, anyja neve Léka Terézia, eltűnt 43. január 15-én Jekatyernikovánál. A nyíregyházi 12. honvéd gyalogezred törzs és ezred közvetlenjeinek állományából Polgári Mihály tartalékos honvéd, született 1910, anyja neve Vas Mária, eltűnt 43. januárjában. A nyíregyházi 12. honvéd gyalogezred 2. zászlóhaj személyi állományából Jakab Mihály tartalékos honvéd, született 1912, anyja neve Cudor Marcella, eltűnt 43. januárjában. Nyíri Pál honvéd, született 1914, anyja neve Hornyák Mária, eltűnt 43. január 15-én Nyikolszkínál. Tuga János honvéd tartalékos körvezető, született 1913, anyja neve Pásztor Mária, eltűnt 43. január 15-én Nikolszkínál.
Nyíregyházi 12. honvédgyalogerő harmadik zászlóalj személyi állományaiból is volt vesztesége. Levelek nagykösségnek Bökönyv Szegi József honvéd, született 1918, anyja neve Rubó Anna, eltűnt 43. január 13-án. Kristóf János tartalékos honvéd, született 1908, anyja neve Nagy Erzsébet, meghalt 42. november 4-én, Nyikolszkinál. A Donnán szokásjog szerint, amennyiben volt rá lehetőség, Nyírfakereszttel jelölték bajtársuk helyét, és amennyiben megvolt, az acélsisakját is ráhelyezték. Következik, melyet szintén szokásjog szerint helyezünk el a meghaltak a közelében talált általában fenyőággal. Kérem Levelek nagyközség polgármesterét, hogy helyezze el a koszorút. Megkérem az önkéntes ápolónőt, hogy gyújtsa meg a megemlékezés gyertyáit, s melegítse Levelek áldozatait. Kérem tábori lelkészünket, hogy énekelje el azt a menetdalt, amit fent a hősöknek szánul. Szél viszi messze a fellegeket, körülöttünk lángol az ég. Nyújtsd ide, édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még. Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e a szád galambom, ki tudja, mely ének, mely hajnalán indul a század tovább. Bármerre járunk a csillagos ég, nevetve kacsint le ránk. Bármerre fordul az ütek torony, mindenhonnan te nézel rá. Járhatok erdőben magas hegytetőn, süvölthet szél, zivatar vagy orkán, szívemben lángol az örök remény, te hozzád száll ez a dal. Szél viszi, hordja a kormos havat, körülöttem véres a föld. Ellőtték mellőlem bajtársamat, holtan a vállamra dől. Ki tudja, édesanyja, hol zokog, ki tudja, várja-e még a babája, ki tudja, holnap mi hol harcolunk, élünk vagy mi is meghalunk.
Sorsom az élet vagy halál legyen, meghátrálni nem fogok én. Végsőkig küzdök, ha harcolni kell, szívemben lögtet a vér. Bátran a szabadságért meghalok, tudom, hogy gyáva népnek nincs hazája, vesszen a zsarnok és éljen a nép, előre a győzelemért. Bátran a szabadságért meghalok, tudom, hogy gyáva népnek nincs hazája, vesszen a zsarnok és éljen a nép, előre a győzelemért. Hajrá! Hajrá! Most pedig felkérem Levelek nagyközség polgármesterét, hogy kösse fel Levelek emlékszallagját a Szabolcs-Szatmár Bereg megye közgyűlése által adományozott 38 mintájú honvédségi gyalogezred csapatzászló korhű hiteles másolatára. Dicsőség a hősöknek! Dicsőség a hősöknek! Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Őrmester úr, alakítsa meg a századot! Alak irány! Parancs értette! Század, nyázz! Jobb! Irányítanom, ne tartsd meg! Dúj! Nem, majd a rendőrösen nem tudod. Jó. Jó, köszönjük! Bogár, jó? Csak én! Oké? Tudjátok, kamion! Kamion. Megnézem a felvétel, urak testvér! Mi a hely? Örülök el!
Ott, ahol kijövött a nyitás. Hogy mondja Bartos Csi István? Gyerünk egymás mögött.